Na jó, van, megyek játszani. Figyeljtek, felhúzom magamat. Segítség, jön a tornádó. Miről beszél, Szalom? Mi az? Mi az? Jön a tornádó, mindenki fusson! Segítség, jön a tornádó! Mi van? Utána nézek az iPhone-on. Jó, tornádó. Jézusom, jön a tornádó! Jó van, meneküljek el, vagy szóljak a többieknek. Lehet, hogy szólni kéne a többieknek. Na jó, szólok a többieknek. Anya! Igen. Anya, jön a tornádó, segítség! Tornádó! Igen, igazi tornádó, jön a tornádó! Tornádó! Sziasztok! Mi? Jó tornádót! Anya, hova mész? Anya! Anya, mehetünk fel! Na jó van, ez lehet, hogy ez így nem annyira működik. Na jó, szól a kisnek, lehet ez szomi ötlete. Kis! Mi van? Hallod? Jön a tornádó! Micsoda? Tornádó? A tornádók nem is léteznek, hagyjál meg. Kis, jön a tornádó. Nézd meg a telefonomon. Jön a tornádó. Elment anya, lelépett, itt hagyott minket egyedül. Mondtam neki és azt mondta, hogy sziasztok. Jön a tornádó! Mi az, hogy védjük be? Kis, menekülnünk kell valahogy, bár nem tudom, hogy el tudunk-e menekülni. De miért tudunk menekülni? Jól van, oké. De védjük is, bulizunk egyet, hogy elfelejtsük a tornádót. De biztos, hogy bulizni kell, anya le fog minket szidni, hogyha hazajön. Mi is jön haza? Hát, szerintem a tornád után csak hazajön, nem? Hát nem engedjük be. Jó, lehet. Na jó van. Figyelj kis, jó, én nekem van egy ötletem. Le fogom így nézni, ilyen fákkal ledeszkázom az összes ablakot. Jó, oké, az is jó, én már itt az ajtót én bevédem ilyen nagyon menő obszidiánnal, jó? Jó, oké, védjed, gyerünk. Jó van, a falakra is rakok ilyen cuccokat, mert azt is egy kicsikét legalább így megerősíti. Jól van, szépen így mindenhova kell rakni, srácok. Jézusom, nem hiszem el, komolyan mondom, hogy magunkra vagyunk maradva a tornádó ellen. Nem akarok tornádóval meghalni, nagyon főleg a tornádóktól. Mi az Isten kis? De így hogy megyünk ki? Nem megyünk ki! Hát de hogyha vége a tornádónak, akkor hogy megyünk ki? Kivászunk az ablakon, mit tudom én. Jó, oké, de mindegy. De ez most nem vicc, ez itt tornádó van. Na jó, tudod mit? Szétverem anyának a konyháját. Ne! Ez a mi konyhánk is, te! Hát jó, tök mindegy. Ide tudunk Hol lesz a kaja? Hát ide tudunk rakni egy... Nézd, itt a kaja. Ezt így megtartatod. Figyelj! Ide rakunk egy ilyen tornádó biztos cuccot. Ilyen védelmet. Nézd, ilyen rakunk radart, jó? Jó, radart is akartunk. Van egy ilyen radarom. Jó, a lényeg az, hogy ezt így fullosan meg kell szépen védeni. Radart. Jó, oké, rakjunk le egy ilyen radart. Ez mit tud? Hát mi ez, jó, hogyha jön a tornádó? Biztos, hogy ez működni fog? Hát én szerintem igen. Jó, ezt nem rakjuk ide az asztal közepére, hogy itt így tudjunk tárgyalni majd közben. Jó, és nézd, így rakok egy szirénát, hova rakjam a szirénát? Jó, rakjad. Jó van, akkor legalább tudni fogjuk, hogyha itt van a tornádó. Legalábbis így hangban is. Jó van kis, figyelj, ide én azt mondom, hogy ide csináljunk valami nagyon védett cuccot. Mondjuk obszidiánból akkor. De mit? Egy ilyen titkos, ilyen végső bunkert. Vágod, ahol be tudunk így menni, hogyha egy bármi gond van. Jó, oké, az se rossz. Érted, de jó? De ne, várjál, a sziréna! Jó. Kiszedem onnan. Jó, ne oda rakd. Jó, mert... Lerakom akkor ide az asztal mellé. Oké, és na, itt legyen szépen az ilyen bejárat. Gyere, egyvét is, padlót is ki kell. Jó, és... Ott legyen fákja. Jó, oké, és legyen itt kettő darab szék, de inkább nem szék, hanem fotel, hogy ott így el tudjunk kényelmesen is férni. Igen, és egy tévé. Tévé? Hát mi van? Hát mert mit csinálnánk tornádó alatt? Jó, oké. Lehet egy tévé, aztán valamit majd nézünk rajta, jó? Hát a tévé, és ide kellene valami brutál ajtó. Hát, a legbrutálabb ajtó talán... Ez a Reinforced. Jó, amúgy az is menő. Nem tudunk ide amúgy rakni még egyet, vajon? Hát inkább kívülre rakni, gyere! Jó, oké. Na, legyen egy ilyen menő, ilyen lecsukható is. Jó, oké. Mondjuk azt, hogy akkor ebben, hogyha minden kötélyes szagad, akkor ide be tudunk jönni, és akkor itt biztos, hogy túlélünk, remélem. Hát az mi a van egy... De már el kellene ide meg kaja. Amúgy az se rossz ötlet. És tudod, mit fog most lerakni kis? Na? Nagyon sok ventilátort, mert a ventilátor elfújja a tornádót. De nem, az csak felerősíti a Nem, elfújja fújni. De akkor ellentétes irányba rakd.
Így lefele rakom, aztán így biztos nem tudom működni fog. Na most jó lesz. Na, hát jó, minél meglátjuk. Na így, jó, oké, és szépen be is kapcsolom mindet. Úristen, amúgy egy kicsit lehet hideg lesz így, de mindegy, nem baj. Jaj, hamarabb meg vagyunk, mint ez, jön a tornádó. Hát lehet, na jó, nem baj, jó lesz, így szépen pörög minden, Jézusom. Ami az menő néz ki, nem? Kíváncsi vagyok, ezt elviszi a tornádó. Biztos jó lesz, tuti megvéd. De rendben nem változik semmi, látod, ami pörög, az nem tud jobban pörögni. Hát, ja, végül is igen. Na jó van, mi kell még szerinted, mi kell még, még valami még tuti fog kelleni? TNT? Jöhet, de minek? Hát, jó, mondjuk jogos, nem sok értelme van. Most az a baj, nem tudjuk felrobbantani, hát, mit lehetne a tornádóval? Lerakni vizet, a víz az nehéz. Jó, oké, rakjunk le jó sok vizet. Így néz, és akkor lesz egy medencénk, ha meg nem válik be. Amúgy jogos, figyelj, anya amúgy tuti nem fog kiakadni arra, hogy milyen lett a ház, nem? Hát, ja, mert miért akadnak ilyet, túléljük. Ja, jogos, easy. Na jó van, kis, figyelj, én azt mondom, hogy készen állunk, menjünk és nézzük meg, hogy mi lesz. Jó! Jó van, kis, figyelj, egy kicsit menj már arrébb amúgy, mert tényleg nagyon szalod? És azt hiszem, megy a sziréna. Jézusom! Hallom, hogy rezeg a föld! Én is! Nagyon brutális, de még nem tudom, mint hogyha nem tudom, még lehet még nincs itt amúgy rajtunk. De nem tudom, nagyon durván para. De tudsz, hogy itt van, végünk van, meghalunk mindannyian. Nyugi, nem. Azt hiszem, hogy szedik szét a házat. Kis nyugi! Meghalunk mind! Nem! A propellerek meg fognak majd védeni! Hidd el nekem! Minden meghal! Nem! Minden kész, minden vége! Jézusom, azt hiszem, szedik szét a házat elég rendesen! Úristen! Segítség! Úristen! Kis! Nyugi! Amíg... Figyelj kis, nyugalom! Amíg a biztonsági övet bekapcsolva hagyjuk, addig nem lehet gond! De, várjál már! Neked nem... Neked nem raktál biztonsági övet? Azt hittem magadnak! Hát, te kis! De jó, nem, nekem nagyon kell kapaszkodnom, Jézusom! Mindegy, csak jól van még a házunk, nem? Mi? Hát nincs! Jó van, nyugi! Csak kapaszkodj! És semmiképpen ne nyisd ki az ajtót! Kis, semmiképpen ne nyisd ki az ajtót! Jó, de csak annyit ne... nézni! Ne, kis, ne nyisd már ki! Mi csinálsz? Nem akarom nézni! Nem áll, de kis, de ne! Kis! Ne! Jó, nyugi! Ahogy annyira nem vészes! Esküszöm, mókás is! Jézusom! Jó, nem... Nem gondoltam volna, hogy egy tornádóba fogok meghalni, ember! De mennyire durva repülök! Jó, legalább repülve van az utolsó emlékem, vagy valami ilyesmi. Jövök a szem lefele, úristen zuhanok, zuhanok, segítség! Jó, nem, valahogy ki kell estem, nem, ki kell mennem valahogy a tornádó közepéből, arra fele akarok menni, gyerünk a vízbe, jó, a vízbe, gyerünk a vízbe, a vízbe, a vízbe. Jó, azt hiszem, de nem tudok meg úszni. Jézusom, még azt hiszem, hogy élek. Nem tudom, hogy éltem túl, de ja, túléltem és ki tudtam úszni is. Na jól van, srácok, komolyan mondom, nem hiszem el. Na jól van, de hol van kis? Kis túlélte vajon? Na jól van, meg kell keresnem kis. Kis! Nem tudom, hogy ott kirántotta a tornádó, vagy ott maradt, de úristen, mi lett a házzal? Jézusom! Na jó, szerintem anya nagyon nem fog ennek majd örülni. Kis! Haló! Nem tudom, hogy itt van-e. Mi van ebbe? Van bele TNT. Kiúszta kisnek a TNT-s szekrényét, így ide kongtan a tornádó. Nagyon durva. Kis! Jó, megpróbálok felmenni, megnézzük, mi van belül. Jó, megpróbálok bejutni. Gyerünk! Kis! Jól vagy? Kis! Nincsen sehol, de még... Ó, még mennek amúgy a ventilátorok. Wow, na durva. Na jó van. Kis! Jézusom! Teljesen befette az egész tornádó konkrétan a bunkerünket. Na jó van. Nem tudom. Valahogy meg kéne tudnunk, hogy él még kis. De megpróbálom felhívni. Figyeljétek, nézzük. Csak léci, vegye fel. Kis, vedd már fel! Kis, vedd már fel! Nem hiszem el, vedd már fel! Nem veszi fel. Tudja, hogy vége van. Na jó, nem. De van TNT-m. Szóval... Végül is az utolsó pillanatait legalább boldoggá tehetem. Akkor búcsúzzunk el tőle úgy, hogy felrobbantjuk. Úgyis mindig szeretett TNT-zni. Na jól van. 3...
Kettő. Egy. Valaki hív. Halló? Pillanat, csak fel akarom robbantani Kist. Hívtál, mi van? Kist, te hol vagy? Ben vagyok a bunkerbe még. Mi? Majdnem felrobbantottalak. Micsoda? Hát én azt mondom, hogy meghaltál. És akkor fel akarsz robbantani? Hát hogy érted, szép búcs legyen, mert te szeretted mindig a TNT-t. Jó. Na. De akkor legalább valami nukleáris bombával lesz szoros TNT-vel. Na jó van. Kis, állj arrébb, kirobbantalak onnan! Nyugi, nem fog fájni! Nyugi, Kis! Nyugi, Kis! Nyugi! Ne! Jó. Nem rossz. Oké. Okay. Hogy nem történt semmi? Ja, tudom. Nem sok dolog történt. Ja, igen, azért mondom, hogy talán még lehet, még jobb is lesz. Jaj. Na van, várják is. Hozzak gyors izét, fát, és még robbantok, jó? Nyugi. Ne csinál, ne! Az ajtót kell berobbantanom, ha véletlenül a hátoldalát robbantottam be, de mindegy, nyugi. Várjál, felépítem magam a TNT-vel, csak nem robban majd be. Nyugi, Kis, állj! Csak állj arrébb az ajtótól, jó? Arrébb vagyok! Jó, robban! Ó, várjál már, hova menjek? Nyugi, Kis! Jó, ki, azt hiszem, hogy megvagy! Kis, várjál, kinyitom az ajtót! Kis! Tesó! Csá! De jó, hogy túlélted! Hallod, olyat repültem, konkrétan berepültem a tengerbe, nagyon menő volt! És te hogy élted ezt túl? Hát nem tudom, felrepültem és így berepültem a tengerbe, de nagyon menő, hogy túléltük! De tudod... Te nevet meg valami? Még a halak is ide meghalnak. Nem nevet meg senki. Milyen sok cucc? Hát nem tudom. Milyen sok... Lehet máshonnan hozta a tornádot, de figyelj, Kis! A lényeg az, hogy túléltük! És látod, egy tornádó sem tud minket megölni! Szóval, Kis, nyugalom! A lényeg az, hogy minden jó, ha a vége jó. Menjünk és keressük meg a... De Jézusom! Gyorsan menekülj! De ez a tornádó is volt, nem csak mi! Mi volt a dó? TNT! Jézusom! Menekülj, Kis! Soha nem áll meg! Iránya! Nem tudom, Vidám Park, valahova húzunk el innen!